Get ready to rumble. Sziasztok, emberek! Hát micsoda egy újfajta intro volt ez. Ha tetszik, marad, ha nem tetszik, akkor eldobjuk, mert lesz ilyen eszre használatos zene volt. Na, térjünk rá arra, hogy mi lesz a mai videóban. Úgy veszem észre, hogy aránylag szeretitek a... izéke. Mi az a moncsiliárdos, teóriázgatós dolgokat, úgyhogy, ahogy azt már megszoktuk, megyünk fel a Moncsiliárd hegyre, bár nem tudom, hogy az miért van folyamatosan belevágva a videóba, hogy mi megyünk fel a Moncsiliárd hegyre, ráadásul ilyen hosszan, de én ezt most már nem vágom el, nem haragszol. Inkább elmondom, hogy mi lesz a mai téma. Aztán majd a későbbében meg csöndben leszek, mert nem fogok tudni mit mondani. Na mindegy. Megnézzük, hogy mi van a Moncsiliárd teória és az obszervatórium között. Szóval milyen összefüggések, milyen kapcsolat, és ilyenek. Egy pillanaton belül meg is érkezünk a Moncsira. Itt is van a hegyrajzunk, nagyon jó, megnézzük. Egyik fő téma, amivel foglalkozni fogunk, az a Moncsi rajz tetején az a fantasztikus szem, vagy UFO, vagy akármilyen jel. Ahogy mondtam az előbb, ugye obszervatóriummal kapcsolatban fogunk dolgokat megnézni, úgyhogy hova máshol mehetnénk, ha nem az obszervatóriumhoz, ahova már nagyon gyorsan meg is érkeztünk a vágó technikámnak köszönhetően, ami mondjuk az előbb se volt olyan szörnyű. Na, megértünk. Előre megmondom neked, hogy tök rosszul van összerakva a sorrend, úgyhogy én ezt most itt ebben a pillanatban meg is állítom 0145-nél. Na és akkor? Leállítottam is, akkor most bevágtam nektek valamit, mert tök hülye vagyok. Na mindegy, nektek ez nem lényeges. Amit most láthattok, az egy Weasel videó, ami azt próbálja bizonyítani nektek, hogy... és bizonyítja is egyébként, hogy ugye Los Santos teljes mértékben olyan, mint Los Angeles. Erről mintázták, ezt tudjuk. És magát az obszervatóriumot is egyébként Los Santosról, azaz a Griffith obszervatóriumról mintázták, és tök szépen megcsinálták egyébként. De, amit most láthatok a padlón, ezek a kockák, meg vonalak, meg mit tudom én, ilyen fémes hatású cuccok, ezek a valóságban nincsenek ott. Teljes mértékű másolatot csináltak, de hozzárakták ezeket a vonalakat, dobozkákat, kockákat, köröket, oválisokat, ilyeneket. A másik dolog, az meg már megint az, hogy az a kis... nem tudom, mit akar ábrázolni. De az a középen ott előttünk, az a nagy torony, vagy mi, szobor egyébként, ami, wow, mi meglepő, olyan alakzatot ad, mint a Moncsi tetején a szemforma, vagy legalábbis nagyon hasonlót. Egyébként ezt én úgy tudom értelmezni ezt az alakzatot, ami itt van előtte, annak a toronynak, ami egyébként a valóságban nincsen ott, tehát a valóságban csak a torony van előtte, ez itt nincs, szóval ez is lehet, hogy valamit jelent, na mindegy. Hogy ez egy izét jelképe szerintem, én úgy tudom ezt levenni. Ezt, ahogy középen ott az a kis köröcske az a nap, és akkor utána a bolygók, ahogy keringenek körülötte, azoknak a pályája. De ez nem biztos nyilván. Na de ezen túl, ugye, mindjárt túljutunk, és akkor már kezdek el tovább beszélni. Már lehet, hogy pont hülyeségül vágtam meg ezt is, de mindegy. Ne legyetek rám mérgesek, most káoszban vagyok. Ennyi a lényeg. Ezután a live ezután a videóvágás után lesz egyből a live, amit láttatok majd a veletek mitos is ezek. Na mindegy. Lényeg a lényeg, gyerekek, csak mert már tök össze-vissza megyek, hogy láthattuk azokat a szarokat, amikkel majd mindjárt foglalkozunk. De először megnézzük még egyszer azt a tornyon lévő cuccot. Na, tök össze-vissza beszélek, tényleg, bocs. Összefoglaljuk, jó? Van a Moncsiliárd hegyrajz. Annak a tetején ott van az a szemforma, amit itt az obszervatóriumnál, a szobor torony féleségnél láthatunk, és délben vagy valami időpontban a nap árnyéka pontosan úgy vetődik le a földre, innen pedig pont úgy néz ki, mint a Moncsiliárd hegy tetején lévő szem. Mármint a rajzon. Na érted? Szóval erről beszéltem nektek, srácok, hogy a
játékban mindenféleképpen lehet értelmezni ezt a rohadt Monchiliad rajzot, és 800 féleképpen minimum. De tényleg, jó, hát most ez hülyeség, persze nyilván túlzok, de abból az egy rohadt rajzból annyiféle felé el lehet indulni, hogy az ami hihetetlen. És ugye ez egyik. Na de most azt hiszed, hogy ez eddig így érdekes, hogy hú, hát máshogy van mintázva, meg itt van ez, ami ott van, és akkor ez meg nincs ott, és érted? Na, gratulálok, jól beszélsz magyarul, te is. Magyar nyelvvizsgát le kéne raknod, tényleg nem ártana. Ezekről már a vízzalos videóban is beszéltünk, ezekről a szarokról, amik így a földön vannak. Itt van pedig ez a kapu. Bocsánat, hozzáértem a mikrofonhoz. Ezen vannak különböző alakok és négy darab lámpa. Ugye most napközben van, nappal van, nem látszik. A mintákon fellelhető egy pókháló is. Nekem már van egy videóm, kettő darab fekete pókhálóról, amit ide kattintva valahova meg is tudsz nézni. Lehetséges, hogy ezzel is kapcsolatban van, semmit soha nem lehet tudni. Ugye emlékeztek, illetve nem emlékeztek, mert én nem csináltam videót a Golden Peyote plentekről, az arany Peyote plentekről, amiről már több van. Akkor sem csináltam, mert nem volt alkalmam, na mindegy, majd csinálok arról is, nem beszélek róla. A lényeg, hogy ahhoz is nagyon sok külön-külön feltétel kell, hogy teljesüljön, lehet, hogy itt is majd valami külön-külön feltételek kellenek, hogy kellenek, hogy teljesüljenek. Jézus, Atya, Maris. Na, gyerekik, nézzünk meg egy újabb videót. Most! Vízzel is jön, és talált valamit, ami annyira érdekes, hogy beszarok. Tehát egyszerűen hihetetlen, nézd. Alapból kettő darab lámpaig az obszervatórium kapuján, de valamit csinált Vízzel, ő maga sem tudja, hogy mit, de valószínűleg ezen a padlós csíkokon, meg karikákon, meg ilyeneken ment át, és lőtt beléjük, és ilyenek, és ezzel valami olyat csinált, ez egyébként egy puzzle lehet, ha minden igaz, láttad. Valami olyasmit csinált, olyan sorrendben nyomogatta meg, vagy lépegetett rá, vagy lövögette meg azokat a földön lévő réz, vagy fémes vonalakat és csíkokat, hogy felkapcsolt az egyik lámpa. Ugye azt az előbb azt hiszem mondtam, hogy csak kettőig alapból, ja, mondtam. És ugye felkapcsolódik így a harmadik. Na most egy-két kérdés azért felmerül bennünk. Egy, hogyan lehet úgy tartani, hogy folyamatosan égjen? Kettő, hogyan lehet azt elérni, hogy mind a négy égjen? Három, mi történik, ha mind a négy ég? Kinyílik talán az ajtó, és ott lesz benne a jetpack? Nem tudjuk. Egyébként az obszervatórium tetején van egy repedés, amiről ide semmilyen bizonyítékot meg képet nem raktam be, de higgyétek el nekem, keressetek utána nyugodtan, hogyha nem hisztek nekem, mert én ezt ebből kihagytam, bocsánat, hogy a Observatory Cracked Egg Visionnek van erről videója. A lényeg, hogy az obszervatórium tetején van egy nagy repedés, ami utalhat arra, hogy az obszervatórium közepe a törött tojás. De hogy ezen túl mi van, az abban nem vagyok biztos, tényleg. Viszont ez tényleg érdekes, ez tényleg az. Szóval mit tudtunk meg az obszervatóriumról így összefoglalva? Elmondom akkor még egyszer, mert még sok videó vissza van. Ugye, itt van ez a torony. UFO forma, Monchiliad hegy tetején, ugye a hegyrajzon. Nagyon hasonlít ezen a tornyon lévőre, és ezzel egyelőre más nem tudunk kezdeni, csak az, hogy érdekes. Rájöttünk továbbá arra, hogy ezek a földön lévő fémes csíkok, amik a valóságban egyébként nincsenek ott, de minden más a játékban, illetve sok minden tökéletesen le van másolva, tényleg tökéletesen, de ez nem. Ez is tökéletesen le van másolva, de a valóságban ezek a csíkok nincsenek a földön. Ami érdekes. És ezután Vizil futkozott, valami puzzle-t összerakhatott, amitől felvillant az egyik lámpa ott. És ugye most Vizil videójának vége, de még én beraktam ide egy darabot. Amit nem tudok nektek 100%-ra mondani, az, hogy ez... Tehát én bízok Vizilben, szerintem ti is tegyétek ezt, szemvállalok 100%-os felelősséget arra, hogy ez a videó nem fék, amiben felvillant a lámpa, mert persze mindent meg lehet fakeolni, hogy kamu legyen, mindent el lehet intézni, de Vizil tudom, hogy nem tenne ilyet. Egyszer csinált április 1-én ez a videó, nem április 1-én lett feltöltve. Úgyhogy, gyerekek, én 99,999%-ig biztos vagyok benne, hogy ez tényleg felvillant ez a lámpa, és hogy valamit csinálnunk kell, hogy valami sorrendeket kell csinálni, hogy valami érdekesség van a mögött, az ajtó mögött, hogyha felvillan a négy lámpa. És így tovább. Tényleg nagyon durva ez a játék, tényleg nagyon érdekes.
Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt. Majd még lesz folytatás, vagy nem, nem tudom. Én most megyek, azt készülődök elő a live-val. Köszönöm, hogy megnéztétek, olvassatok leírást. Komment voltam. Sziasztok!